Szerbia egyes jól bejáródott üdülőhelyein a falusi turizmussal foglalkozóknak nem okozott veszteséget a COVID-19 koronavírus miatti helyzet. Viszont az idegenforgalmi ágazat egésze az év első 6 hónapjában hozzávetőlegesen 300 millió eurónyi veszteséget könyvelhetett el. A Szerbiai Gazdasági Kamara Turisztikai Szakmai Egyesülete azt állítja, hogy a világjárvány meghirdetése óta az ágazatban 30 ezer ember veszített el a munkahelyét. A bor és tranzitturizmussal foglalkozó hajdújárási borkastély az utóbbi években a csoportosan a tengerre utazó lengyel és német turistákra alapozta tevékenységét. Nem jöttek a buszok. Körülbelül 150 busz lemondta a bejáratot, illetve erre, hogy egyáltalán megindul délre. Úgyhogy mink egyszerűen örülünk, ha elérjük a pozitív nullát. Ezt vesztességetre számolunk, mert úgy vagyunk beállítva pontosan ezekre a buszokra. Emígy a ilyen civil turizmus, az most az utolsó hónapban, illetve most augusztusban úgy mozgásba lendült. Ennek nagyon örülünk, mert úgy látszik, az itteni lakosok, Szerbia lakosok tulajdonképpen körül vannak zárva. Kénytelenek eljönni olyan helyre, ahova egyáltalán lehet. Szabács egy elég jó turisztikai desztináció, amit elismernek mindenfelé, és jönnek így a fővárosból legtöbben. Egyáltalán nem csökkentettük a munkások számát, sőt, egyáltalán is vagyunk, úgyhogy mink erre vigyáztunk, hogy megtartsuk a jó munkaerőt. Gondolom, hogy ez a valójában azért, mert hát bízunk benne, hogy egyszer csak megindul a turizmus. Készülnek-e már a szüretre? Igen, holnap kezdjük a szüretet, méghozzá az írsai olivér és a cserszegi fűszereséssel. Tulajdonképpen ez a Don Oliver zászlós boromnak a fő összetétele tulajdonképpen. Úgyhogy éppen néztem, a cukorfokot megfelel, savak jók, úgyhogy bízok benne, hogy jobb lesz az idén is. A szerbiai szállodákat és a vendéglátóipart tömörítő ügyviteli egyesület nehezményezi, hogy az állam nem csökkentette az adójukat, és nem hozott törvényt a turisztikai idénymunkások foglalkoztatásáról.